Kedves lakodalmas násznép, kedves vendégek, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Köröztesi Lakodalom rendezvényúton. Külön köszöntöm Gerencsény József urbanisztikátyám, légy szíves egy jelzést adjál, akinek a Sárfalunknak a diszpolgára, akinek a könyvéből sokat merítettünk a rendezvény megszervezése kapcsán. Sebő Ferenc mondta egyszer, igazából nem tudom, hogy mikor, hogy a hagyomány nem kell őrizni, mert nem rab, a hagyományt nem kell ápolni, mert nem beteg. A hagyományt meg kell tartani, és újra kell élni. Nekünk ez volt a célunk a tevékenységünk során, sok hagyományt teremtettünk, és sok hagyományt éltünk újra. Nem fogom őket elmondani, mert aki itt van, zömében mindenki tudja. Ez a rendezvény nagyon nagy előkészületekkel készült. Már a tavasszal meg akartuk tartani. Közbeszélt a koronavírus járvány, kétszer is. Gondolkodtunk, hogy mi legyen. Úgy döntöttünk, hogy akkor is meg fogjuk tartani, nem fog velünk kiszúrni a járvány. És az idővel is úgy látszik, hogy sikerül kiegyeznünk, ezt a napot jól választottuk ki. Ez a rendezvény, remélem, hogy a jövőben szintén azt az életpályát fogja megélni, mint a többi eddig megteremtett hagyományaink. És remélem, hogy jövőre már jobb, vagy azt követő évben jobb és ideális körülmények között újra meg fogjuk tartani. Szükségesnek tartom. És azok az emberek is, akik ebben részt vettek az előkészítőkben, hatalmas munkát végeztek. Brutálisan sokat dolgoztak, mind az információgyűjtésben, mind fizikailag, mind az infrastruktúra megteremtésében, hogy igen nagy köszönet érdemel mindenki, aki ebben részt vett. Igazából szavakkal nem is lehet kifejezni. Csak nagyon szépen köszönöm az Egyesület és minden sárkeresztési polgár a lakos nevében. Nem szeretném tovább húzni az időt. Kezdődjön hát be a lakodalom, átadom a szót a szakmai embereknek, mert én ahhoz nem értek. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit! Nem rabolnám igazából sokáig az egész időt. Elég kapok felolvasni abból a kis könyvből egy szösszenetet, hogy az egész, ez miről is fog szólni. Köszönjük szépen Gerencsér Józsefnek a gondolatait, amiből nagyon sokat merítettünk. Az emberi élet főbb állomásaihoz szertartásos szokások. Egyik stádiumból a másikba való átmenetet biztosító rítusok fűződtek. Az átmeneti rítusok dramatizálódásával kialakult szerepek álltak az egyén és a közösség rendelkezésére, melyek megkönnyítették az átmenetet. Az emberi élet legnagyobb színjátéka a lakodalom volt, mely az ifjú párt az egyik életszakaszból a másikba vezette át. A játék középpontjában elsősorban a menyasszony áll, a ceremónia a legfőbb rendezői pedig a násznagyok és a vőfélyek lettek. Résztvevővé vált a lakodalom minden meghívottja, kik egyéni képességük, hajlamuk szerint játszották a gyermekkoruktól fogva elsajátított, ellesett szerepeket. A dramatikus játék mellett ének, zene, tánc mind együttesen volt jelen a lakodalomban. Ehhez egyik oldalról jogi formaságok, egyházi szertartások, a másikról mágikus eljárások tároltak. Ezekből a szertartásokból láthatnak most egy kis ízelítőt, melyet nem titkolt célunk az, hogy esetleg a jövendőbeli házasulandók itt a faluban hagyományos keretek között tartsák meg a kézfogóikat. És mint minden ilyen esemény, a készfogó után ugye a tisztségviselők elhívásával és megfogadásával kezdődött, a vőfélyekre jutott ez a szerep, és ők jártak házról házra, illetve felkérték a tiszteletes urat, a jegyzőt és a hivatalos személyeket a lakodalomban való részvételre, és az egyik vers például így hangzott, amikor házhoz mentek a vőfélyek. Tisztelt házigazda, bocsánatot kérek, midőne tisztes hajlékba belépek. Jövetelem célját elmondom én bőven, egy szép mennyegző van nálunk készülőben, mert a családot általam hivatja, Hoza Zoltán vőlegényünk és az ő tisztességes atya. Az esküvő jövő szombaton lészen, e ház népe legyen arra készen. Jöjjenek a templomba, azután a házhoz, készítsék a talpukat néhány magyar tánchoz. Házigazdánk előveszi legfinomabb borát, készített is hozzá kitűnő vacsorát. Kérem a háznépét senki el ne késsen, addig is áldja meg magukat az Isten. Szóval ezen szavak után lettek hivatalosak
a lakodalomba az emberek, de ugye nem csak egyszer, hanem többszöri hívás is volt. És hát ugye a vőfél legyen a talpán, akinek ezt bírni kellett, ugye, mert minden házán megkínálták őket egy-két pohár borral, és mire végigjárták a falut, azért ahhoz emberek kellettek. Kisebbiket, nagyobbikat, vannak meg magának. Az asszony boldog legyen, minden hatom bele legyen, zsupsz, kédes róla. Szerbusz, kedves barátom, gyere vélem táncba, nem mehetek, barátom, mert tele van sánta. Sántala van paripám, hízik a mezőbe, szép asszony szeretőm, Dámba, nem mehetek barátom, mert a lovam Sánta, Sánta lovam karikán, tízik a mezőben, szép a szószeretőt, Dávid nevet szemben. Yeah.
egyelőre ennyi, most pedig átfordulunk a másik házhoz, ahol a vőlegénynek van a háza, és ott őt elbúcsúztatjuk a szüleitől, és utána jövünk át ide a szép mennyasszonyért. Mutassatok uta a szegények innen, nem találja házát a szegények. Mutassatok uta a szegények innen, nem találja házát a szegények. Halljunk szót, hölgyeim, uraim, halljunk szót! Hallgattassék Jézus neve, dicsértessék! Most az a része jön a lakodalomnak, amikor a vőlegény búcsúzik el a szüleitől, és utána indulunk majd a szép mennyasszonyra. Jó? Kedves ünnepre virrattunk fel mára egy szép esküvő elrendelt napjára. Vőlegény urunknak keressük fel párját, az a szíve választottját, ékes mennyasszonyát. De mielőtt a hajlékot elhagynánk, elmondom helyette néhány búcsúszavát. Köszönöm, jó apám, amit értem tettél, hogy belőlem embert neveltél. Atyai jóságot soha nem felejtem, és hálás leszek érte, míg tart az életem. Kívánok te néked szép hosszú életet, kedves édesapám, az Isten áldja meg. Fordulj hozzá, és csókod meg. Kedves édesanyám, búcsúzom most tőled, de azért örökre nem hagylak el téged. Most, hogy megnősülök, kezdek új életet. Öreg napjaidra azért gondviselő teszek. Köszönöm, jó anyám, hogy engem felneveltél, mint kedves fiadat, oly nagyon szerettél. Megköszönöm te néked anyai jóságod, kedves édesanyám, az Isten megáldja. Fordulj hozzá, és csókold meg őt. Drága barátaim, ifjú legénytársaim, kivel töltöttem, számláltam napjaim. Szívből köszönöm jó voltatokat, köszönöm barátságotokat. Látjátok könyvpereg mind a két szememből, szeretlek titeket tiszta szívemből. Fordulj hozzájuk és nyújts nekik kezet. Vége a búcsomnak, követtem az utam. Hisz a mennyasszonyos ház kapuját kitárták, a templom oltárát felvilágozták. Induljunk el hát szépen rendben, a szép mennyasszonyért a legnagyobb rendben. Amen. Úgyhogy most indulhatunk a mennyasszonyért. Tus! Thank you.
Hát az a hajlék, ahol indultunk, megérkeztünk, hát be is kopogtunk. Uh-huh. Eltörik a lábpárc. Yeah. Tisztessége háznak, jó napot kívánok! Én itt egy NASZ sereg követeként állok. Kívánok ezen ház urához szólni, itt van a NASZ nagy, szeretném megtudni. Igen. NASZ nagy uramhoz lenne egy kérésem, hisz itt áll mögöttem kicsiny kis seregem. Legyenek szívesek minket befogadni, ígérem, nem fogunk adósak maradni. Itt van a vőlegény is köztünk, ő is megérkezett, kedves örömapa és örömanya, fogjon vele kezet. Lehet a úgy. Nyisd ki, babám. Fogjon vele kezet. Nyisd ki, babám, az ajtót, kecsesen mennek haják a szomszéd. Nyisd ki, babám, az ajtót, kecsesen mennek haják a szomszéd. Ha meghallják, hadd hallják, mint a fél szújtja már a világ. Hogy én téged szeretlek, hogy én téged soha el nem felelejtek. Ha meghallják, hadd hallják, hogy én téged szeretlek, hogy én téged soha el nem felejtek. Oh,
hölgyeim, uraim! Halljuk szót! Jó napot kívánok, csak így egyszerűen! Jó napot! Megérkeztünk, mint illik rendesen. De nem azért, hogy hozzunk, hanem inkább vigyünk. Ezért irányítottuk most ide lépésünk. Jöttünk mi Pedillán a vőlegény szavára, ki a mennyasszony nélkül már igen árva, és szerető szíve nehezen várja, hogy mellette lehessen jövendő párja, és az esküszavát, mint illik, letegye, és vele szent egyházunk áldását is vegye. Arra kérjük tehát a kedves szülőket, bocsássák el velük édes szülöttüket. Eddig az övék volt, de most a párra él észen, és az oltár előtt igaz esküt tészen. Reméljük, hogy véle jóra vezet utunk, és a boldogságnak a révébe juthatunk. Amen. Adják-e a mennyasszony? Igen. Igen? Igen? Nagy tapsot az ifjú párnak, éljen az ifjú pár! Mielőtt elvinnék a háznak virágszálát, elmondom helyette az ő búcsúzását. Mivel nem bírja visszafogni könnyei hullását, elmondom hát a szíve óhajtását. Vajda hegedűjének szűnjönnek zengése, mert búcsúzásomnak most lészen kezdése. Legyünk csöndességben, míg lészen végzése. Első szón fordítom én édes atyámhoz. Engemet nevelő kedves csodajkámhoz. Gyenge életem nagy táplálójához, minden lépésemben jóra oktatom. Atyai jó volt, ott nincs volt, hogy említsen elegendőképpen, hogy megköszönhesse, mert nem lészel hozzá tehetségem. Nagy sírásra fordult, eddig volt jó kedvem. Fordulj hozzá, és csókold meg. Másodszor fordulok hozzád, kedves édesanyám, ki voltál nékem, kedves szülődajkám, ki 9 hónapig a méhedben hordoztál, majd nagy fájdalommal e világra hoztál, anyai emlődőn kegyesen tápláltál, és így nagy kegyességben lányodul tartottál. Mégis gyarlóságból sokszor bántottalak, engedetlenséggel szomorítottalak. De megbocsáss, jó anyám, mert én most itt hagylak. Nincs itt több lakásom, többé nem búsítlak. De mielőtt még útnak indulok, utoljára könnyes szemmel az öredbe borulok. Fordulj hozzá és csókol meg. Drága testvérem, bocsáss meg én nékem, mert tudom, sokszor bántottalak téged. Kívánok neked is egy hű szívet, ki megérti majd igaz szerelmedet. Fordulj hozzá és csókold meg. Hajdan pajtársaim, szép virágok, lányok! Búcsúzásom során hozzátok is szólok. Adja a teremtő, ki gondol ránk sokat, hogy találjátok meg hamar ti is párotokat, kivel járjátok majd együtt utatokat a boldogság mezén, szedve virágokat. Hogy ez így legyen, ezért én is esedezem. Jó leány pajtársaim, az Isten veletek. Fordulj hozzájuk és csókold meg őket. Szomorú tőletek megválom, e jámbor háztól útnak indulásom. Fájdalmas, keserves az én búcsúzásom, de Isten akarta így, én ezt jól tudom. Egész gyülekezet, ki ma ide eljöttél? Már is szent napra tiszteletet tettél, jutalmatok légyen mennyben az Istennél, áldjon meg benneteket ő, ki odafent él. Csekély beszédemet én már elvégeztem. Még kezethez kérlek, édes férjem, és repíts el oda, ahol az én Istenem szentelje meg örökre életem. Amen.
Azt mondja a kedves édesanyja, nem marhon rondája, akinek nem tetszik a lánya, ne járjon utána. Azt mondja a kedves édesanyja, nem marhon rondája, akinek nem tetszik a lánya, ne járjon utána. Házunk előtt, kedves édesanyám, van egy magas ebben. Hol állok, kedves édesanyám, hol áll a kalatta? Csipkés annak a levele, serge jó szakú. Egy legényért, kedves édesanyám, sose leszek Megszerelem,
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt. Vigadozzunk és örvendezzünk ezen. Amen. Az ünneplő gyülekezet helyét elfoglalhatja. Ami Isten tiszteletünk és a mi segítségünk megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Kedves ifjú párvidőn, Isten áldását kéritek majd házassági szövetségetekre, halljátok az ő hozzátok szóló üzenetét, amint megvan írva Máté evangéliumának a 16. részében, a 19. versben eképpen. Jézus mondja, neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, az meg lesz kötve a mennyben is. A jó házasság egy darab mennyország, szoktuk mondani. De mitől is lehet a házasság olyan, mint a mennyország? Mitől lehetne boldog a mi házasságunk? Talán a sok pénztől, a szép mennyasszonytól, a gyerekektől, egy új háztól, távolosz após-anyós közelségétől? Mitől boldog egy házasság? A mai igénk szerint Jézus arról beszél, hogy a boldog házasság ahhoz, hogy a házasságotok egy mennyei házasság legyen, ahhoz a legnagyobb ajándék a megbocsátani tudás. De miért van erre szükség? Azért, mert különösen a házasságban, a szürke hétköznapokban döbbenünk rá arra, hogy hát mi férfiak és férjek nem vagyunk angyalok, és a feleségünk se azok. Vannak hibáink, vannak gyengeségeink, tudunk türelmetlenek lenni, tudunk veszekedni, elfáradunk, és sok minden más közbejön még az élet és a házasság nehézségeiben. Éppen ezért meg kell tanulnunk egymásnak megbocsátani. Megbocsátani, mert ez a legfontosabb ajándéka a házasságnak. De hányszor kell megbocsátani? Egyszer ezt a kérdést feltette Péter is, akinek eredetileg szólt a felolvasott bibliai szakasz Jézus szájából, és Jézusnak erre azt mondta a válasza, hogy 70-szer, 7-szer is meg kell bocsátani. Azaz mindig, naponként, óránként, percenként. A házasság direkt azért van, hogy legyen egy hely ebben a világban, legyen egy ember ebben a világban, aki nem kritikus szemmel néz, aki védelmez, aki mellé áll, akinek számíthatok a bocsánatára, akinek számíthatok a megértésére. A házasság akkor lehet mennyei házasság, ha megtanulunk naponként, ha kell óránként, ha kell percenként megbocsátani. Lehetséges ez azonban. Igen, ha van szeretet, szerelem a házasságban. A szellemnek a legnagyobb próbatétele, a legnagyobb vizsgáltatója az lesz, hogy meg tudunk-e egymásnak bocsátani. Amikor fáradtan jön haza a férj is, nem kedvesen viselkedik, amikor a feleség borul ki a férj miatt, vagy majd később, amikor a gyerekek bosszantanak fel, vagy a munkahelyen, vagy bárhol az életben nehézség ér bennünket, akkor otthon elfogadás, megbocsátás vár engem a másik részéről. Ha igen, na akkor mondhatjuk majd egymástól igazán ki, hogy szeretjük egymást. De van-e ilyen szeretet? Van-e ilyen szeretet, amely képes naponként, óránként, percenként, 70-szer, 4-szer is megbocsátani? Van az Istené. Ő ezzel a kulcsa jutotta ki előttünk az Isten országát, hogy mi beléphessünk az ő dicsőségébe. Megbocsátotta nekünk minden hibánkat, minden vétkünket Krisztus keresztjéért. Tanuljátok meg tőle,
háláljátok meg azzal, hogy egymás iránt egész életetekben megbocsátó, odaadó szeretettel viseltek egymás iránt. És akkor nem csak egy szólás lesz, akkor nem csak egy vágy lesz az, hogy legyen mennyei házasságunk, hanem ez a szeretet készé képessé tesz arra, hogy megbocsássatok, hogy egymás iránt odaadó szeretettel legyetek mindenkor, hogy valóban mennyei boldog legyen a ti házasságotok. Így legyen. Amen. Miután most azért álltok itt Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy szövetségeteket az ő segítségű hívásával is megerősítsétek, és arra áldást kérjetek, kérlek fogjátok meg egymás jobb kezét, és mondjátok utána a házassági esküt. A gyülekezetet kérem, áldva legyen tanúja az ifjú pár eskütétek. Mondjad először, te keresztény férfi testvérem. Én. Most Zoltán. Fogadom az élő Isten színe előtt. Aki Atya, Fiú, Szentlélek. Teljes Szent Háromság. Egy örök Isten. Hogy Jakab Adrien. Akinek most. Isten színe előtt. Kezét fogom. Szeretem. Szeretetből veszem előtt. Hozzá hű leszek. Vele megelégszem. Vele szentül élek. Vele tűrök. Vele szenvedek. És őt sem egészségében. Sem betegségében. Sem boldog. Sem boldogtalan állapotában. Holtomig vagy holtáig. Hűtlenül el nem hagyom. Hanem teljes életemben. Hűséges gondviselője leszek. Ehhez Isten segítségét kérem. Amen. Mondja te is keresztény nőtestvérem, én. Én Jakab Adrien. Fogadom az élő Isten színe előtt. Aki Atya, Fiú, Szentlélek. Teljes Szent Háromság. Egy örök Isten. Hogy Boza Zoltán. Akinek most. Isten színe előtt. Kezét fogom. Szeretem. Szeretetből megyek hozzá. Hozzá hű leszek. Vele megelégszem. Vele szentül élek. Vele tűrök. Vele szenvedek. És őt sem egészségében. Sem betegségében. Sem boldogtalan állapotában. Holtomig vagy holtáig. Hűtlenül el nem hagyom. Hanem teljes életemben. Hűséges segítőtársa leszek. Ehhez Isten segítségét kérem. Amen. Házastársi szövetségeteket Isten és a gyülekezet színe előtt is szentesküvéssel megerősítettétek. Legyen a ti igenetek igen, teljesítsétek fogadásotokat maradéktalanul, és az isteni békessége meg fogja őrizni szíveiteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egymás iránti szerelmetek bizonyítékaképpen csokoljátok meg egymást. Mi pedig, akik tanúi voltunk a házaspár esküjének, hajtsuk meg fejünket és könyörögjünk érettük imádságban. Urunk Istenünk, minden kegyelemnek a forrása és minden tökéletes ajándék szerzője, rád bízzük ezt a házaspárt, adj nékik hosszú életet, örömmel és hűséggel, kegyelemmel és békességgel teljesed. Add, hogy mindegyikük a másik javát keresse, és kölcsönösen osztozzanak egymás örömében és bánatában. Ajándékozz meg őket a szent lelkeddel, a bölcsesség, a szeretet lelkével. Ajándékozz meg őket a megbocsátani tudás ajándékával, hogy mindenkor, minden helyzetben meg tudjanak bocsátani egymásnak a te kegyelmedből, a te szeretetedből. Ajándékozz meg őket élő reménységgel, hogy családi otthonuk tanúbizonsága lehessen a te szeretetednek. A mindenható Atyánk kegyelmébe ajánljuk őket,
ami Urunk Jézus Krisztusnak, a világ megváltójának a nevében kérünk, őrizd és tartsd meg őket. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket, fordítsa az ő orcáját kirátok, és adjon békességet néktek. Közébe legyen ez a valóság is, jó? Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Mindegyik nagyon fontos! Köszönjük szépen! És köszönöm szépen! Szépen megköszönjük a hitfordulását, tisztelendő úrunk hűfáradozását! Hogy nem sajnálódta egyéb pár szavait szent eskünek elmondásai! Kívánom Istentől, sokáig élhessen, ezen székhivatalt hűséggel viselje, semmi kár ne ér egész életében, de a jó szerencse kísérője legyen. Sárkeresztes községünk hűvezére legyen, ha csak lehet, ha csak teheti, mindenkinek igazságot tégyen. Élete folyamán legyen őrangyala, hóta után jusson Isten oldalára. Így legyen. Ez egy csekély rendéka, köszönjük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egybekelt az új pár! Elhangzott az eskü, egymásai lettek testestül lelkestük. Az égi glória ragyogjon fejükre, legyenek vidámak, boldogok örökre. Amen. Egy nagy tapsot engedek. Fogadják a gratulációkat a fiatalok. Mehet, fiatalok, mehet a tánc. Éljen az ifjú pár! Éljen, éljen, éljen! Thank you.
Az a jelenet következik, amikor a vőlegény hazaviszi a szülői házhoz az újasszonyt, és ilyenkor be kellett őt köszönteni az új lakhelyére tulajdonképpen. Tehát a legény mindig hazavitte az újasszonyt, és az ottani családhoz be kellett köszönteni. Valahogy így hangzott. Szerencsés jó napot kívánok-e háznak! Ím végére értem leányi pályának. Édes reménységgel bebocsájtást kérek, midőn mint egy új tag e házba betérek. Fogadjanak hát édesszülők igaz szeretettel, ahová a fiúk szerelme hozott el. Igaz szeretettel követtem őt ide, hogy lehessek néki hű hitvese, örömet és gondot osztó élettársa, mint két szerelmes szív egymástól kívánja. Fogadjanak hát, mint kedves leányukat, hogy tölthessük együtt sok boldog napokat. Amen. Ezzel beköszöntöttök az újasszonyt, és akkor folytatódott tovább a mulatság. Thank you.
Thank you.
Éljen az ifjú pár!